Míg idén januárban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 11%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál, addig a februári adatok már jelentős több mint 15%-os visszaesést mutattak. Az új házak építése mellett a meglévők javítása, bővítése és átalakítása is ide tartozik. Ahogy minden ágazatban, úgy az építőiparban is megfigyelhetőek időközönként az ingadozások. Februárban a teljes termelés 16,1%-kal, ezen belül az épületek termelése 16,7%, az egyéb építményeké pedig 15%-kal csökkent. Ezek az adatok azért is lehetnek meglepőek, mert a kormány támogatásoknak köszönhetően sokan fogtak bele lakásfelújításba és építkezésbe. Ezek a támogatások, amiket az állam bejelentett, a lakásépítéseket és felújításokat célozzák. Viszont a teljes építőipari termelésből a lakások alig 15-20%-ot tesznek ki. Nagyon jelentősek az ipari kereskedelmi épületek, illetve az út-vasútépítések és közműépítések. A KSH mindig a már megvalósult termelést méri, de az új támogatásokból, főleg ahol hitelt is igénybe vesznek, a munkák többsége még nem kezdődött el. És nyilván a jogosultak közül sokan még nem kötötték meg a szerződéseket sem, illetve lehet, hogy nem is döntöttek arra, hogy igénybe veszik a támogatást. Az országon belül is jelentős különbségeket mutat a statisztika. Volt, ahol 40%-os csökkenést, volt, ahol majdnem ugyanekkora növekedést tükröztek az adatok. A legnagyobb visszaesés Vas és Hajdú-Bihar megyében volt, még Zala, Jász-Nagykun-Szolnak és Fejér megyében jóval 10% fölötti volt a növekedés. A szabolcsi cégek termelése több mint egynegyedével csökkent. A 2020-as adatok alapján ez a teljes termelés mintegy 3,5%-át teszi ki.